A Szokottnál korábban indult a betakarítás az országban, hiszen az időjárás nem kedvezett a terményeknek. A kezdetekben, ugye az évelején az pozitívan befolyásolt, aztán áprilisban, májusban a szárazság, a meleg, ez negatív irányba, olyannyira, hogy előre is hozta az aratást, mint egy 2 héttel kezdtük el, és hát nyilván annyival hamarabb is befejeztük. Ennek ellenére a termés átlagokkal többé-kevésbé elégedettek, mint mondta, bár az őszi áttelelés után többet vártak. Azt gondolom, hogy a minőséggel legalábbis mi esetünkben probléma nincs. Durumbúz esetében az elmúlt évekhez képest is kiváló minőség volt, de nem panaszkodhatunk az észtimbúzára sem, repce is megfelelő volt, viszont mennyiségben körülbelül mint egy tonnányival kevesebb átlagtermésünk. Nyilván ez köszönhető az említett szárazságnak. Ahhoz, hogy a termés jó legyen, megfelelő mennyiségű csapadékra és hőmérsékletre van szükség. Persze ez általában nem teljesül, mondta Szilágyi Dezső. De elengedhetetlen a növényvédelem, a megfelelő vetési idő kiválasztása és a helyes talajművelés is. Búzából 5,5, árpából 6, repcéből pedig kicsivel több mint 3 tonnát takarítottak be. A vezérigazgató a termények piaci áráról is beszélt. A repcé azon azt értékesítettük, ez 111.500 forint, ez nagyjából egy kicsivel kevesebb, mint a tavalyi évi. A búzák esetében pedig reményénk szerint, most van még az áralkú, de reményénk szerint egy 10%-kal talán többet tudunk elérni. Az eszközpark is jól bírta az aratást, mint mondta, bár adódtak kisebb-nagyobb problémák, a műszaki meghibásodás nem hátráltatta a folyamatot.